Faültetéssel indult a délelőtt november utolsó napján a Patakpart általános iskolában. A Budakalászi intézmény a KNH hűsítő ligetek programjának köszönhetően kapott 20 fa csemetét, melyet a 10 millió fa alapítvány tagjaival közösen ültettek el a gyerekek. Az egyesületet számos civil segíti, akik között akadnak írók, mérnökök, művészettörténészek és színészek is. Tulajdonképpen én vagyok a 10 millió fa nagykövet. Amiatt elindult a 10 millió fa, én nem csak lelkes híve vagyok, de hogy tényleg így tagja is, és amikor csak lehet, elmegyek fát ültetni, és hirdetem azt, hogy miért is fontos ez, és most is látom, akik most ma eljöttek, és szülők, gyerekek, akik most itt vannak, hogy tudom, hogy az elején úgy nehéz nekijelni, hogy akkor most itt van ez a nagy gödör, meg ez a hatalmas nagy növény, hogy mit is kezdjünk vele, és utána azt látom, hogy nagyon nehezen hagyják abba, és különösen, amikor a végén, amikor az ember így végignéz, hogy Jézusom, én fát ültettem, ami itt lesz 10-20-30-40-50-100 évig, és hogy nagyon-nagyon sok embernek örömet adok ezzel, hogy az az élmény, hogy valamit csak azért teszek, mert másoknak, a földnek, vagy egyáltalán most egy iskolának ez nagyon jó lesz, az rendkívüli élmény. Az alapítvány vezetője szerint optimális esetben annyi fát kellene ültetni egy településen, ahányan lakják. Budakalász esetében így akár 13 ezer facsemetét. Nem csak azért, mert ez jó pofa dolog, vagy kedves dolog, hanem azért érdemes ültetni, vagy muszáj majdnem, hogy azt mondanám, mert egyszerűen a klímaváltozás ezt megköveteli. Nagyon egyszerű, az emberiség történetében évszázadokon keresztül vágtuk ki az erdőket, 500 éve vágjuk ki Európa erdeit, meg kell forduljon ez a folyamat, most sokkal több fára, kertekben fákra, iskolaudvarokon fákra, erdőkben fákra van szükség. A kezdeményezés nagy népszerűségnek örvend, a felhívásra közel 500 oktatási intézmény jelentkezett. Beadtuk a pályázatot egy nagyon profi kerttervel társítva, és most ott tartunk, hogy itt vannak mögöttünk a gyerekek, szülők, és együtt ültetjük a fákat. Egyrészt vannak további terveink, tehát van még hely fának, cseréknek is, úgyhogy hogy folytatjuk majd ennek a tervnek a megvalósítását, de már itt az itt elültetett fáknak a gondozás is egy jelentős feladat lesz, hogy ezek a fák megerősedjenek, és tényleg egy hűsítő ligetet képezzenek, ami egyébként nagyon izgalmas szerintem. Tehát hogy az volt a tervünk, hogy nem elszórjuk ezt a 20 fát az iskola udvarán, hanem itt egy a környékre ültetjük el őket, és hogy ezek a fák megerősödnek, és azért van itt diófa, platánfa, amik nagyon szép nagyra tudnak nőni, tehát ebben egy ilyen ligetes a rész fog kialakulni. Tehát ezeket a fákat kell gondozni is, és aztán amikor megerősödnek, lehet rá madárodúkat helyezni. A pénzintézet programjához az ügyfelek is hozzájárultak, hiszen a szeptember 19-e és október 31-e közötti digitális fizetéseik után a cég saját bevételéből 10 millió forintot különített el a kezdeményezés létrehozására. Mindegy 44 millió forint gyűlt össze, amelyet a KNH Egészséges Társadalomért Alapítvány kiegészített, így 50 millió forint állt rendelkezésünkre, hogy egy pályázatot hirdessünk oktatási intézményeknek, hogy amennyiben szeretnék, nagyon szívesen fákat, illetve bokrokat ültetünk az iskola udvarra. Nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy közel 500 iskola jelentkezett erre a programra, és az egyik ezen kiválasztott iskoláknak a Budakalászi Patakparti Általános Iskola. 100 oktatási intézmény, elsősorban általános iskola, de óvoda és bölcsőde is kiválasztásra került. És miért oktatási intézményekbe kerülnek ezek a fák és a bokrok, és miért nem az erdőbe? Nos, azért, mert amellett, hogy a jótékony hatásukat kifejtik ezek a fák, egyben oktatási célokat is használnak. A tavaly átadott iskola udvara illeszkedik a zöld környezetbe, azonban a fák hiányoztak róla a városvezetés szerint is. Megépült ez a szép nagy iskola. A kertben ugye sok cserje és néhány fa is el lett ültetve, de a terület nagy részén hiányzik az árnyék, és mindenképpen szerettük volna, hogyha ezt minél előbb meg tudjuk valósítani, hogy itt egy fás hűs liget alakuljon ki. Felkaroltuk mi is ezt a kezdeményezést, és az iskola egy kerttervező segítségével szülőknek a
közreműködésével végül találatot ért, és sikerült egy olyan pályázatot összeállítani, ami a bank vezetői szemében úgy tűnik, hogy népszerű lett, és ennek köszönhetően nem csak egy-két fát tudnak ültetni, hanem a mai napon most 20 új fa elültetése is lehetővé vált itt ezen a telken. Az eseményen Hillibó, a KNTH vezérigazgatója elmondta, céljuk, hogy minél több gyermek élvezhesse a fák csodás tulajdonságait, és hogy a klímaváltozás elleni küzdelmet összekapcsolják a fenntarthatóságra való neveléssel. A hűsítőligetek programmal összesen 555 fát és 1110 cserjét ültetnek el országszerte 100 oktatási intézményben.